ma esti webkonferencia témája a mellék pajzsmirigy a germán gyógytudomány szerint. Én nagyon kevés ismerettel rendelkeztem a mellék pajzsmirigyről, és elmondom, hogy milyen információkat találtam a témában. Megpróbálkozok egy latin kifejezéssel, bár nem szokásom, de most mégiscsak nekifutok, hát ha nem nyelvtörő lesz a vége. A mellék pajzsmirigy latinul a glandula paratiroidea, hát azért tökéletes. Majdnem sikerült. Ez tökéletes, igen. Tehát glandula paratiroidea. Hát mert a tiroidea a pajzsmirigy, és a mellék akkor paratiroidea. Talán azért is van ez a nyelvtörő számomra, hiszen én a laikus közösséget képviselem, mivel nincsenek méreható anatómiai ismereteim, nem vagyok egészségügyi szakember szerencsére, bár nagyon igen, szerencsére, hát én már csak ezekért a latin kifejezésekért, és mélyen felnézek mindenkire, aki ezeket a latin neveket tudja, de mit lehet tudni a mellék pajzsmirigyről? Hát azt írják róla, hogy ez a nyakon a pajzsmirigy hátulsó felszínén elhelyezkedő belső elválasztású mirigy, és kapaszkodjanak meg, kedves hallgatók, mert 3-5 borsónyi képletről beszélünk, és hát a nagyságuk is 8 mm tömegük elérheti az 5 grammot, tehát összesen az egész mellék pajzsmirigy 5 grammnyi képletet, szövetet jelent, de azt is olvastam róla, hogy a mellék pajzsmirigyek teljes eltávolítása halálhoz vezet, tehát ne becsüljük alá ezt az 5 grammnyi kicsinket is szervünket, hiszen nagyon fontos, nélkülözhetetlen hormonokat termel, amiről Karesz remélem, hogy részletesebben ki fog térni. Nagyon sok mindent lehet a mellék pajzsmirigyről olvasni, hallani. Milyen hormonokat termel, segít elő, illetve hogy milyennek az anatómiai fontossága, illetve hogy élettanilag milyen szerepet tölt be az életünkbe, azt hiszem, hogy a legjobb, ha Karesszre bízom, hogy elmondja önöknek. Engem már az a tény is elvarázsolt, hogy egy 3-5 borsónyi szerv hiánya és halálhoz vezet. Jó lenne, hogyha megfelelő módon viselkednénk a testünk minden szervével, szövetével, és igyekeznénk ezeket magunknál tartani, és nem lemondani semmilyen szervünkről. A germán gyógytudomány pontosan abban segít bennünket, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy feleslegesen vagy ártó minőségben beavatkozást tudjon a szervezetünkben megtörténni, hiszen ha tudom, hogy mi a betegségem konkrét oka, akkor oki kezeléssel meg tudom szüntetni azokat a konfliktusokat, amelyek az adott szervrendszert érintik, tehát a saját kezembe tudom venni a biológiámat, illetve az életem irányítását. Azt hiszem, hogy nagyon szerencsés helyzetben vagyok azért, mert minden webkonferencián jelen, illetve minden tanfolyamon jelen lehetek Karesz, de talán nem mindenki ennyire szerencsés, mint én, és lehetséges, hogy vannak olyan hallgatók, akik most csatlakoztak fel először erre a webkonferenciára, úgyhogy arra szeretnének kérni, drága Karesz, hogy vezess be bennünket a germán gyógytudomány világába. Tudom, hogy nem lehet mindent elmondani másfél óra alatt, de próbáljuk meg az alapvető, legfontosabb információkat átadni. Elsősorban, hogy mi a germán gyógytudomány, ki fedezte fel, mire jó, miért hasznos ezt tudni, melyek az alapvető működési elvek, amik a germán gyógytudomány szerint ismerendőek, és melyek azok a minimum-minimórum információk a germán gyógytudományról. Úgy tudom, hogy van 5 természettörvény, úgyhogy szeretnélek arra kérni, hogy ebben is egy kicsi betekintést adj az előadásod elején, illetve térj ki egészen részletesen a mellék pajzsmirigyre, de arra szeretnélek kérni, hogy az előfel dobott labdát, ezeket a latin kifejezéseket próbáld meg magyarítani, vagy amennyire lehet mellőzni. Hát azon vagyok, hogy érthető nyelven mondjam el mindazt, amit laikus embernek is illik tudnia, ugyanis ha tisztában vagyunk vele, hogy hogyan működünk, és egyes működési zavar vagy tünet mögött mik a valós okok, akkor már csak annyi feladatunk marad, hogy a valós okokkal foglalkozunk, és ne fél megoldásokkal
hát mondjam, késleltessük a teljes gyógyulást. A mellékpajzsmirigye egy érdekes téma, őszintén bevallom, mikor először a kezembe került Hammer doktor tudományos táblázata, és majd idézem, hogy mennyi, mit írt róla Hammer doktor, abban a pillanatban én föl se fogtam, hogy még ez mit is jelenthet, mi van a mondat mögött. De hát természetes, azért nem mindegy, hogy ki foglalkozik a germán gyógytudománnyal, mert ugye némi alapszintű tudásra szükség van élettamból, anatómiából, mindenképpen és kór élettamból, hogy összetudjuk szedni mindazt, amit hát Hammer doktor ránk hagyott. A tudományos táblázatban egészen, mondjam, a távirati stílusban egy-egy mondattal fejezi ki Hammer doktor a lényeget, mert ezt ő orvosoknak írta, és azt gondolta, hogy akkor ennyi elegendő, de hál' Istennek sikerült beszerezzük az életművét, a többi nagyon fontos írásait, az Új medicina hagyatéka című aranykönyvnek becézett kétkötetes írását, amiben aztán már részleteiben találunk meg dolgokat. A mellékpajzsmirigyről ott se találtam többet még, de a lényeg az, hogy amikor bekattant nekem, hogy mit is jelent ez az egész történet, akkor úgy gondoltam, hogy a webkonferenciát ebből illik megtartani. Pajzsmirigyről volt már szó, és milyen érdekes, hogy a pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy egészen, hát kiegészítik egymást, főleg a kalcium és foszfor egyensúlyának a beállításában. De erről aztán a második részben beszélünk. Kezdjük azzal, hogy mi is az a germán gyógytudomány, és ugye megkerülhetetlen, hogy dr. Rike Gerd Hammerről leszóljunk néhány méltató szót, hiszen ő az a fantasztikus ember, aki számunkra leírta az 5 természettörvényt. Nem véletlenül történt ez meg, hanem egy családi tragédia következtében indult el Hammer doktornál egy egészen másfajta gondolkodás, mint amire tanították őt az egyetemen. Tudjuk, 63-ban diplomázott szemészeti anyagból, és ez a diplomamunka, hál' Istennek, a birtokomban van. Ezt is sikerült megszerezni sok más értékes könyve mellett. A lényeg az, hogy felesége szintén orvos volt. Hammer doktor, mint feltaláló orvos, a találmányai után már jogdíjakat kapott, és úgy gondolták feleségével együtt, hogy a jogdíjakból meg tudnak élni, tehát a pénzért való gyógyításról le tudnak mondani, és ezért Nápolyba költöztek, hogy ott ingyen gyógyítsák a szegényeket. Ez az olasz kötődés, ez családi eredetű, nem térek ki részleteiben. Erre az egészre, Hammer doktorról egy egész napot tudnék beszélni, az életéről, a viszontagságairól és a fantasztikus felfedezéseiről. A lényeg az, hogy 1978. augusztus 18-án történik meg az a tragédia, ami megváltoztatja az egész család életét. A 19 éves fia, Dirk Hammer, a barátaival Korzika melletti Cavallo szigetre mennek szórakozni, de Dirk nem marad a barátaival, hanem lefekszik. És éjjel 3-kor a savoyai herceg, az olasz trónörökös, teljesen ittas állapotban, 2 pisztolylövéssel halálosan megsebesíti a csónakban alvó Dirk Hammert, úgymond eltévedt 2 golyóval. A lényeg az, hogy ez a 19 éves fiú 111 napon keresztül végig éberkómában volt, az egyik végtagját combból le kellett amputálni, 19 műtéten ment át, és végül 78. december 7-én meghal Hammer doktor karjai között. Hát ez egy teljesen nem várt esemény volt, hiszen Hammer doktor küzdött, mint egy oroszlán a fia életéért, és közben még azokat a dolgokat is, hogy is mondjam, el kellett szenvednie, amit a sajtó művelt, hiszen a sajtó a gyilkos mellé állt, és hát ezek elképesztő történetek voltak akkor 1978-ban. 79-ben Hammer doktor februárban, 2 hónappal azután, hogy megfal a fia a karjai között, heredaganatot vesz észre.
hát el is megy kollégákhoz, műtétet javasolnak, abba belemegy, de kemoly sugárkezelést nem vállal. A feleségével való beszélgetéseknek köszönhetően végül is lelkileg fel tudja dolgozni a fiának a halálát. A felesége 5 rákbetegséget indított el ezután a családi tragédia után, és 1985-ben végül szívinfarktusban halt meg a felesége, szintén Hammer doktor karjai között. Tehát ha már csak ezt a két dolgot megemlítem, hogy 78. december és 85. április 12-én a felesége is meghalt, szóval nagyon, de nagyon nagy viszontagságokon ment. Tehát Hammer doktor, nem beszélve mindarról, ami még szakmailag éri ez alatt az idő alatt. Hammer doktor felépül, pedig 1% esélyt adnak a túlélésre a kedves kollégák, és beáll dolgozni, és akkor egy München melletti női rákklinikán dolgozik, ahol hát természetes megkérdezi a petefészek rákos hölgyeket, hogy és minden más betegségben ott lévő hölgyet, hogy történt-e valami váratlan, meglepetésszerű valami az életükben, mielőtt a daganat kialakult volna. Kérem szépen, 200 beteg kikérdezésénél mind a 200 esetben történt. Ez vezetett a rák vastörvényének a felfedezéséhez, vagyis az első biológiai természettörvény felfedezéséhez 1981-ben. 81 őszén, november környékén, Hammer doktor ezt a Bajor televízióban és rádióban is közli, és ez teljesen feje tetejére állította az addigi orvosi gondolkodást, mert először jönnek be a nem látható, a mérőeszközökkel ki nem mutatható, nem anyagi szintű lelki tényezők. Ugyanis minden olyan lelki megrázkódtatás, ami váratlanul, meglepetésszerűen ér minket. Nagyon súlyos dologról lévén szó, magányosan éljük meg, és benne maradunk a konfliktusba. Ezek a történetek az agy közvetítésével egy szervi szintű elváltozást indítanak el. Tehát a lélek agyszerv tengelynek a leírása egy paradigmaváltást jelent a medicinában, és ez egy olyan fantasztikus tengely, hogy bármelyiket ismerem a háromból, a másik kettőt meg tudom határozni. Tessék megmondani, mi a félelmes, megmondom, mi lesz a biológiai válasz. Azt is, hogy hol az agyi központ. Tessék megnézni egy koponya CT-t, és Hammer doktor, mivel eltiltották a foglalkozása gyakorlásától, koponya CT-kből tudott nagyon pontos diagnózisokat felállítani a betegről, úgy, hogy ő nem is találkozott vele, csak levelezett, vagy esetleg telefonon beszélt vele. A tünetek alapján is ugyanoda fogunk eljutni, hogy meg tudjuk határozni, hogy mi volt az a váratlan, meglepetésszerű történet, amit a beteg nem oldott föl, illetve nem zárta le érzelmileg, mert ha érzelmileg zárjuk le mindazt, amit érzelmileg indítottunk el, akkor kérem szépen a sínek nem fognak megmaradni. Ezek a sínek azok a körülmények, amelyek rögzülnek a konfliktus pillanatában. Ennek életmentő jelentősége van. Tessenek biológiailag gondolkodni, a biológiában a dolgok a túlélésről és a faj fenntartásáról szólnak, és igencsak emlékeztetnie kell a vadállatot kint a vadonban, egy-egy történet, egy-egy részlet arra, hogy veszélyben voltál legutóbb is, amikor ez történt, és ilyenkor ez az állat menekülni fog. Tehát a sinek a javunkat szolgálja, ugyanakkor rámutat mindig a konfliktusra, és ezért könnyebb megtalálni magát a konfliktust. Csak ahogy mondani szoktam, nem sinek, hanem pályaudvarok vannak a mi fejünkben, és ez a megoldás, hogy valaki a sineket próbálja kerülgetni, kérem szépen, az nem megoldás. A lényeg az érzelmi megoldás, és akkor a sinek eltűnnek. Tehát nem a sinekkel kell foglalkoznunk, hanem a konfliktus megkeresésével, illetve, ha nem találom a pontos dátumot és körülményt, hogy milyen körülmények között lettem én cukorbeteg például, hát azért, mert ellenszegülő a tulajdonságom, ez benne van,
a stratégiában, hogy mindennek ellenszegülök. És ugye nem fogja tudni senki sem megmondani, hogy mi volt az első, a második és a 122. ellenszegülése. Nincs is szükség rá. Ebben az esetben feleslegessé kell tenni ezt a biológiai túlélő programot, vagyis le kell szoknunk az ellenszegülésről, vagy le kell szokni a bosszankodásról, vagy le kell szokni az aggódásról, és onnantól már nem lesz akkor se cukorbetegség, se epe probléma, vagy hasnyálmirigy probléma, se meldaganat. Tehát itt van a lényeg, hogyha nem vagyunk hajlandók változni. Ha ugyanúgy reagálunk, mint egy biológiai lény mindenre, akkor nem lesz belőle változás. Akkor csak anyagi szinten jöhet a segítség, ha találunk olyan helyet, ahol tényleg segítséget nyújtanak, és nem még rosszabb állapotban hagyjuk el a kórházat, mint ahogy bementünk. Nagyon lényeges tehát tudnunk, hogy 1981 óta tudjuk, hogy a rák nem halálos, nem rossz indulatú, nem gyógyíthatatlan és nem ismeretlen. Lelki tényezők állnak mögötte. Külön kell venni a fizikai tényezőket, mert a germánygyógytudományra nem vonatkoznak a fizikai tényezők, a balesetek, a mérgezések, a hiányos táplálkozás, az esztelen diéták okozta megbetegedések, és természetesen nem tartoznak ide az orvosi műhibák, a sugárkezelés és a kemoterápia következménye. Ezek fizikai szintű behatások, ezeket fizikai szinten kell megszüntetni, és itt a lélek agyszerv tengerről beszélünk minden esetben, és mindig a konfliktussal kell foglalkozni ahhoz, hogy a szervezetünk helyreállító munkája be tudjon fejeződni. A lényeg az, hogy amikor érzelmileg megoldottam azt, amit érzelmileg elindítottam, eltűnnek a sínek, és ezután már nem fognak elindítani konfliktus nélkül ezek a sínek egy újabb programot. Ez egy nagyon lényeges kérdés. Egy újabb programot, amit EBK-val rövidítve értelmes biológiai különprogramnak nevezünk. Nos, a lényeg megértéséhez hozzátartozik az is, hogy soha nem a történet számít, hanem az, hogy én abban a pillanatban mit éltem meg. És minél intelligensebbek vagyunk, annál több programot el tudunk indítani, akár egyetlen konfliktus esetén is. Tehát nem a történet, hanem az én megélésem, az egyetlen valóság, és ezért nem lehet, kérem szépen, a beteg nélkül valamit kezdeni vele. A betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Naponta kapok segélykérő leveleket, hogy anyukám a kórházban van 3 hete agydaganattal. Mit tudjak csinálni az anyukával? Abszolút nem, nincs hatásköröm arra, hogy én beleszóljak abba, hogy mi történik a kórházban. Én nem megelőzni kéne az ilyen dolgot. A germánygyógytudományt idejében kéne megismerni, a konfliktusokból idejében kéne kilépni, mert ezek a konfliktusok, ezek nem ellenünk vannak. Nem csak a biológiám, hanem az élet is azért van, hogy fejlődjek. Szóval az első törvény felfedezése után Hammer doktor leírja röviddel utána a második természet törvényt, mert belgyógyászatból, röntgenből volt szakvizsgája, onkológián, pszichiátrián is dolgozott, tehát egy széles látókörű orvosról beszélünk, és rájött, hogy igen, minden, amit leírtunk és tanultunk mondjuk tünettamból 3. éven, ott azok a tünetek 2 csoportra oszthatók. Vannak hideg és vannak meleg tünetek. És mi jellemző a hideg tünetekre? A szimpatikus idegrendszer túlsúlya. Mi jellemző a meleg tünetekre? A paraszimpatikus idegrendszer túlsúlya. És hogy ez mindenkinek érthető legyen, ez a szimpatikus meg paraszimpatikus, az a 2 végpontja az autonóm idegrendszernek, amit most már vegetatív idegrendszernek neveznek, ugye, ami a belső szerveink működését hangolja össze. Senkinek sem kell gondolkodnia azon, hogy a táplálék most a belének melyik szakaszában található. Nem kell gondolkodjon azon, hogy beállítsa a vérnyomását, beállítsa a pulzusát. Ezek maguktól történnek akkor, amikor nyugodtak vagyunk, és maguktól történnek akkor, amikor menekülni kell. Tehát ezekkel nem kell foglalkozzunk. A lényeg az lenne, hogy rájöjjünk, hogy ezek a tünetek miként váltakoznak.
Ez a hámeri iránytű, ez a grafikon pontosan megmutatja nekünk azt, hogy miről is van itten szó. A lényeg az lenne, hogy megértsük, hogy a konfliktus aktív és a megoldási szakasz az a két rész, ami minket érdekel. A konfliktusnak a becsapódását látjuk az első függőleges vonalon, itt van a DHS, ugye Dirk-Hammer-szindróma, amit Hammer doktora fiáról nevezett el. Tehát megtörtént egy konfliktus, mind derültékből a villámcsapás. És a kérdés az, hogy meddig ülök ebben a konfliktusban, mikor jutok el a konfliktus megoldásához, mert ez a szakasz a két pont között, ami kék színnel van besatírozva, ez a konfliktus aktív szakasz. Ebbre az időszakra mondjuk, hogy stresszes az életem, és ezt mindenki megélte már, hogy nem tudott elaludni, vagy ha elaludt, felébredt, nincs étvágya, nem táplálkozik rendesen, emelkedik a pulzus száma, emelkedik a vérnyomása, és a többi, hideg a keze, hideg a lába, azért is van kék színnel bejelölve. Nos, jó lenne, ha ezzel tisztában lennénk, hogy amikor így érezzük magunkat, akkor azt gyorsan le kellene zárni. Mert ha minden este lezárnánk békével a napjainkat, nem bújjék el nap a te haragoddal, mindig elmondom, ha ezt az egy dolgot betartanánk, akkor meg se tudnánk betegedni, mert akkor a megoldási szakasz, a megoldás ugye azt jelenti, hogy érzelmileg lezárom este a napjaimat, megbocsátok mindenkinek, magamnak, megértéssel, elfogadással fekszem le, akkor a következő nap lehet, hogy lesz valami enyhe tünetem, de nem alakulnak ki életveszélyes állapotok. A biológiát a teremtő nem arra találta ki, hogy hónapokig, évekig gyűlölködjünk, haragudjunk, vagy szarul érezzem magam, vagy önleértékelésben a bányászbék a fenek alatt érezzem magam. Ameddig ezek az érzések meghatározzák az én napjaimat, addig a biológiám már a konfliktus aktív szakaszban segítségemre jön, biológiai szinten segítséget ad, a harmadik törvényben ezt részletezzük. A lényeg az, hogy ha megoldottam a konfliktust, vagy megváltozott az életem, megváltoztak a körülmények, és mondjam úgy, hogy úgy adódott, hogy a konfliktus megoldásba tudott menni, akkor jönnek a megoldási tünetek. Milyen érdekes, hogy a vállalkozók elmennek szabadságra, és megbetegednek. Miért? Mert leszállnak azokról a konfliktusokról, ami addig őt konfliktus aktív szakaszban tartotta, és ezek a történetek megoldásba mennek, tehát természetes megjelennek a gyulladás tünetei. És ezek a rubor, tumor, kálor, dolor, funkció, lézár, vagyis a pirosság, ha felszínen van, az látható, a duzzanat, a fájdalom, a meleg és a működés visszafogottsága, a képtelensége az szintén érezhető. És ugyanakkor érezhető a fejfájás, hiszen azért exudatív fázis ez, mert víz, vagyis szöveti folyadék áramlik be a gyógyuló sejtek környezetébe, de ez a szöveti folyadék, ez felgyülemlik az agyban is, abban a hámeri gócban, ahová becsapódott az a bizonyos érzés, és most átment megoldásba. Lélek vagy szerv szintről beszélünk folyamatosan. És fáj a fejem, és lázas vagyok, és fáj mindenem. Hát természetes, hogy az ember azt hiszi, hogy beteg, pedig kérem szépen épp gyógyul. Az epileptoid krízis a gyógyulási szakasz közepén általában, közepén fordul elő. Itt most csak tényleg a nagy általánosságban tudok erről beszélni. A lényeg, hogy itt fognak a tünetek leginkább felerősödni. Látjuk, hogy megint szimpatikotónia van, vagyis a szimpatikus idegrendszer hatása alá kerülünk. Újra álmodjuk a konfliktust. Megszűnik a fejfájásunk, és több vizeletet üdítünk, mint amennyi vizet megittunk. A tüneteknek a fokozódása életveszélyes állapotot is előidézhet. Ilyen a szívinfarktus, a tüdőembólia, a mélyvénás trombózis. Nyilván, hogy ezeknek a tünetei is csak attól függnek, hogy mennyi időt ültem a konfliktus aktív szakaszban. Minden tőlem függ. Amikor ezen túl vagyunk, akkor még jön egy nagy mély zuhanás, megint egy vagotónia, megint egy meleg tünetnek nevezett, meleg szakasznak nevezett állapot,
amikor is hát fokozott fáradékonysággal kell megküzdenünk, de van étvágyunk és jó a hangulatunk. Kérem szépen, itt nagyon lényeges, hogy a betegnek legyen, aki oda viszi az ételt az ágyhoz, ha nem tud felkelni. Legyen, aki ellátja és ápolja, mert innen már napok kérdése csak, esetleg egy-két hét, és teljesen meggyógyul. A gyógyulás végére senki ne várja el, hogy ugyanazt az állapotot fogja kapni, mint a konfliktus becsapódása előtt. Egy ilyen történetnek lesz lenyomata szervi szinten is. Lesznek maradványtünetek, de ezek nem az élettel összeegyezhetetlenek, ezek nem rákos daganatok. Nagyon sok gyógyult daganatról jelentik ki, hogy az egy rossz indulatú daganat, pedig az csak egy megoldott konfliktusnak az emlékműve. A Hammer iránytűnek az ismeretében és a tüneteimnek az ismeretében tudom, hogy hol tartok. És nem kell kétségbe esnem, hogy ja Istenem, mi lesz velem. Tehát nagyon lényeges tudnunk, hogy a tünetek alapján hol tartunk, és a szervezetünket megtámogatni a gyógyulásban. A germán gyógytudomány nem gyógyszerellenes. Fájdalomcsillapítót, lázcsillapítót lehet bevenni, de nem morfiumot, mert a morfium az epileptoid krízisben leviszi oly mélyre a vagotóniát, hogy megáll az embernek a szíve. Tehát ezért a morfium és mindenféle morfium származék kerülendő a terápia folyamán. Ezek nagyon lényeges információk, jó lenne őket megjegyezni, de van külön anyag az öt természettörvényről is természetesen. Nos, lássuk, mi történik a konfliktus aktív és megoldási szakasz alatt. Nyilván sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, tehát a konfliktus aktív szakaszban vagy sejteket fogok építeni, itt a sárga szín ezt jelenti, vagy sejteket fogok lebontani, vagy működést fogok változtatni. Természetes a megoldásban ennek a fordítottja történik, ha sejtet szaporítottam a megoldásban, lebontom, mert nem tartok el sejteket feleslegesen. Ha sejteket sorvasztottam, a megoldásban visszaépítem, és a visszaépített sejtek száma nagyobb lesz, mint amennyit lebontottam. Itt a biológiai értelem. Ha a konfliktus aktív szakasz egy működésváltozást indított be, például blokkoltam az inzulin kiáramlást, hogy magasabb legyen a vércukorszintem, hogy tudjak ellenállni, ellenszegülni, a megoldásban ezt a blokkot feloldjuk, és ismét beáll a normális vércukorszint. Tehát ez egy teljesen egyszerű logikus rendszer. A kérdés csak az, hogy hogy jutott el Hammer doktor ide, hogy ezeket felismerje. Hát úgy jutott el, kérem szépen, hogy visszalapozott egy kicsit, egészen a fejlődés történetig, amit úgy hívunk, hogy embriológia. Ebből is vizsgáztunk mindannyian. A embriológiából tudjuk, de ezt minden ember tudja, hogy két ivarsejt egyesüléséből alakult ki az összes sejtünk, egy apai és egy anyai ivarsejtből. A megtermékenyített petesejttel kezd osztódni, a kezdeti osztódási helyzetet szedercsíra állapotnak nevezik, és ez a szedercsíra állapotból a sejtek három csíra lemezbe fognak átszerveződni, és ezt látjuk itt keresztmetszeti képen bal oldalon, sárga, narancs és piros színekkel ábrázolva, Hammer doktor szerint. Nos, azt is látjuk, hogy ezekből a csíra lemezekből a sárga, narancs és piros nyilaknak megfelelően bizonyos szervek fognak kialakulni csak, és ezeknek megvan az agyi irányításuk. Ez kérem szépen nagyon, de nagyon szép ábra, hiszen rámutat arra, hogy itt a biológiában rend van. Nem demokrácia van, hanem hierarchia van. Itt minden sejtnek megvan a helye, megvan a főnöke, aki irányítja, és ez nem változik egy életen át. Már is tessenek megnyugodni, hogy a metasztázisok nem léteznek. Az létezik, hogy, mint mondtam, minél intelligensebb vagyok, annál több programot indítok el. És egy rákos diagnózis kijelentésére mindenkiben megjelenik a halálfélelem, tehát el fogja kezdeni szaporítani a tüdősejtjeit, vajon miért, hogy ne halljon meg. Mert ha nagyobb a tüdőfelület, akkor több levegőt tudok megkötni. Mert levegőre, vízre, táplálékra, fényre és hangra van szükségem, hogy túléljek.
Ezeket nevezzük falatkonfliktusoknak, és ezeket látjuk itt sárga színnel jelölve, mert doktor itt a tápcsatornát ábrázolta, hiszen ha falatkonfliktusról beszélek, mindenkinek a táplálékfalat jut először eszébe. De vagyunk olyan intelligensek, hogy nem csak levegő, víz és élelem hiányában tudunk mi falatkonfliktusokat elindítani, ezzel mindenki rendelkezik, szerintem, aki hallgatja ezt a webkonferenciát. Az, ami nincs, de lehetne, az már beindítja a falatkonfliktust, ami kell nekem, hogy túléljek. Na, ezek a történetek a falatkonfliktusokról szóló előadásban meghallgathatóak. A narancssárga, vagyis középső csíralemezből származó sejtjeinket, amit látjuk, két idegi központ irányítja, a kisagy, és fölötte látjuk narancssárgával a fehér állományt. Ezek nyíl irányú metszetek itt, amit látunk az agyi szinten, tehát ha magam elé veszek egy íjat és meghúzom a vesszőt, akkor értjük, hogy mi az, hogy nyíl irányú metszet. A kisagy a vélt vagy valós támadások megoldásával foglalkozik, vagyis minden olyan félelmem, ami egy vélt vagy valós támadásról szól, a kisagyba fog becsapódni. Itt láttunk oldalt ilyen becsapódást, mert nem csak a vélt vagy valós támadás, hanem a gondozási konfliktus is ide csapódik, vagyis amikor túlzásba viszem az aggódást. És az aggódásnak a megoldására biológiailag a tejtermelő sejtek szaporításával válaszolunk, mert akiért aggódunk, azt táplálni kell biológiailag, hogy életben maradjon. Ez ennyire egyszerű. Ezért lesz az aggódásból meldaganat biológiai szinten. Nem tudom, hogy valaki aggódással megoldott-e már valamit is az életében. Szerintem nem, de meldaganatot tudott csinálni emiatt. A vélt vagy valós támadások azok az írha szöveteibe, sejtjeibe csapódik be, vagy mélyebben, a hashártya, mellhártya és szívburok sejtjei lesznek érintve, ezek is először felszaporodnak, majd megoldásban lebomlanak, épp úgy, mint a falatkonfliktusoknál is ez megtörténik. Minden önleértékelés önpusztítást jelent a biológiában is. Ezek az érzések ide csapódnak a fehér állománynak a reléibe, itt látjuk keresztmetszeti képen narancssárgával ezeket a reléket. Ne felejtjük, hogy a fejünk tetejétől a kislábújunkig, az egész testünknek ott van az agyvelőben a képviselete, ezek szürke magvak, tehát ideg sejt magvaknak a tömörülései, mert ugye a fehér állományt azt az idegeknek a rostjai képezik, és a szürke állomány pedig az idegi magvak, de itt a rostok között találunk olyan szürke állományú magvakat, amelyek pontosan az önleértékelés érzéseit fogják. No, és mi lesz a válasz? Önpusztítás. Hol lesz ez az önpusztítás? Minden olyan szövetemben, ami a mozgással kapcsolatos szövet. Ezért látjuk itt a csontvázat narancssárgában ábrázolva, hiszen a mozgás alapját a csontrendszer adja, hogy a csontok maguktól el nem mozdulnak, csak ha az izmok elmozdítják. Ez lesz a másik szövet, ami szintén sorvad, majd visszaépül. A csontokat ízületek kötik össze, ezek is előbb sorvadnak, majd visszaépülnek, és az izmok működéséhez azért vérre is szükség van, tehát az osztógyűjtő és nyirokerek is ide tartoznak, valamint a kötőszövet és a zsírszövet, ami szintén konfliktusaktív szakaszban bomlik, fájdalom nélkül, visszaépül fájdalommal, kivéve a zsírszövet, ugye senkinek nem fáj a hízás. A piros színnel jelzett külső csíralemez sejtjeit az agykéreg irányítja, hogy látjuk itt ezen a képen. Az ektodermális külső csíralemezből származó sejtek két dolgot oldanak meg. Az egyik az elválasztási konfliktus, a piros baba erre utal itten, mert a látható bőrfelszín, ugye, a bőrnek a külső rétege, a több rétegű elszorosodott labhám. Ez kérem szépen az elválasztási konfliktus során először sorvajt, megoldásban visszaépül, függetlenül attól, hogy nagyon szeretném, vagy nagyon nem szeretném, hogy valaki elszakadjon tőlem. A
Másik konfliktus típus, amit az agykéreg irányít sejtszinten, azok a birtok konfliktusok. Itt látjuk a birtok zónát, és itt látjuk azokat a kérgi központokat, amelyek érintettek akkor, amikor birtok konfliktusokat élünk meg. Ugye nem véletlen, vagy már mindenki kitalálta, hogy mind az elválasztási, mind a birtok konfliktusokról szintén külön webkonferenciát meg lehet nézni. Az agykéreg a jövőtől való félelmeinket is veszi itt a homlok lebenyben, sőt a múltból érkező félelmeinket is itt a nyakszirti lebenyben. Itt a látóközpont van, tehát a múltból fel nem dolgozott félelmeink fognak minket elvakítani, vagy éppenséggel csőlátóvá tenni, vagy paranoiás viselkedés zavart okozni, ha a jobb és a bal oldalt is van egy-egy feloldatlan múltbeli félelmünk. Az érzékszervek információit is az agykéreg dolgozza föl, ezzel nem megyek most már bele több részletbe, én azt gondolom, hogy ez az ábra mindenkit meg kéne nyugtasson, már legalábbis abból a szempontból, hogy rend van a szervezetünkben, minden sejtemnek megvan a főnöke, senki nem búcsúzik el a főnöktől, és nem megy el egy másik szövetté átalakulni. Biológiai képtelenség azt gondolni, hogy prostatasejtből csontsejt lesz, vagy prostatasejtből tüdősejt lesz, vagy nem tudom. Tehát ezek a dolgok azt jelentik csak, amikor ilyenek megjelennek, hogy nem egy félelemmel küzd az ember, hanem rengeteggel. Ahmed doktor is leírta, hogy nem a rákba halnak bele az emberek, hanem a fel nem oldott félelmeikbe. Tehát ezért kellene megtanulni félelmek nélkül élni. A krónikus betegségek akkor fognak megjelenni, ha meg se oldom a konfliktust. Itt látjuk azt a folyamatot, ami nagyon életveszélyes, vagy túlzott szövetszaporításba, vagy túlzott szövet sorbasztásba, vagy egy hosszú ideig fennálló működésváltozásba fog megnyilvánulni, mondjuk egy bénulás, ami még mindig kontrakcióban, tehát összehúzódásban, görcsben van valakinek a keze, mindig konfliktus aktív szakaszban van, még mindig nem oldotta fel a konfliktusát az ilyen ember. A policiklikus lefolyás az legalább nem unalmas, hiszen jön a megoldás, hozza az élet a megoldást, és nem érzelmileg oldottuk föl, végigfut a program, van egy kis szünet, és aztán a sinek újraindítják, megint végigfut, megint újraindítják, megint végigfut, és ezek lesznek azok a dolgok, amikor azt hiszük, hogy a tavasz vagy az ősz a hibás azért, mert nekem kiújul a fekélyem. Abszolút, de nem ezek. A tavasz meg az ősz csak sínként szerepel, vagy valamilyen ételre adott allergia. Az is ide tartozik, az is csak sínként szerepel. Nos, a függő gyógyulás az kegyetlen, mert amit látjuk, a piros szín dominál végig, vagyis elakadt maga a gyógyulási folyamat, mert túl sokszor van megszakítva újabb sínek közbeiktatása miatt. Ez egy állandó gyulladást jelent, és most gondoljuk el, ha ez nem csak egy, hanem mondjuk 5-6 programnál ugyanígy kattog. Természetesen, hogy ez már nagyon, de nagyon nehéz lesz elviselni. Szóval ezek azok a lefolyási minták, amelyek tudják a klinikai képet változatossá tenni, és ezeknek mind külön nevük lesz a medicinában, mert ott nem ez a gondolkodás az uralkodó. A negyedik természettörvényben Hammer doktor rámutat először a világban arra, hogy azok a úgynevezett mikroorganizmusok, vagy a medicina kórokozóknak nevezi, ezek a kicsi mikroszkopikus élőlények csíralemezhez kötötten segítenek nekünk. Mondom, a bennünk lakó mikroorganizmusokról beszélek, és nyugodjon meg mindenki, hogy a szervezetében vannak gombák, vannak TBC baktériumok, vannak baktériumok és vírusok. Ezeknek ott a helyük. Akkor szaporodnak el, ha, amint az előbb láttuk, függő gyógyulás alakul ki, vagyis nincs lezárva érzelmileg a program. Ha túlszaporodnak a gombák, például fehér folyás lesz a következménye.
Ezt nem diétával kell megoldani, vagy a cukor megvonásával, hanem lezárni azt a programot, ami ide tartozik. Tessenek a női biológiai programok idegi és hormonális változásáról szóló előadást megnézni. A középső csíralemezhez kötötten találjuk meg a mikobaktériumokat, tehát átmenet a gomba és baktérium között, ezt régen TBC baktériumnak nevezték, és ide tartoznak még a baktériumok is. Nyilván a TBC baktériumok segítenek lebontani egy emlődaganat feleslegessé vált sejtjeit, más baktériumok viszont segítenek visszaépíteni mindazt, amit önleértékeléssel lepusztítottunk. Az ektodermához kötődnek a vírusok, és ha valakinek a bosszankodás az életében egy megszokott valami, egy rossz szokásként ott van, hogy mindenre először bosszankodásra reagál, akkor ne csodálkozzunk, ha krónikus hepatitisze lesz, hiszen a függő gyógyulásban ez a vírus segítene visszaépíteni mindazt, amit lebontottunk a konfliktus aktív szakaszban. Tehát rend és gyönyörű összhang van a sejtjeink működése között, ezt az összhangot az idegrendszer biztosítja számunkra, nem csak a tudatos, tehát a szomatikus idegrendszernek a működésével, hanem, amint említettem, a vegetatív idegrendszer segítségével fogjuk mi megoldani azokat a történeteket, ami hát váratlanul megjelenik az életünkben. A legfontosabb törvényhez érkeztünk, és ez az ötödik törvény, a megértésnek a törvénye. Igen, mert nagyon lényeges dolog megértenünk, hogy nem ellenünk, hanem értünk van az egész biológiánk. Minden, ami történik a szervezetünkben, az a túlélést és a faj fenntartását biztosítja. Ezt az egyet jó lenne a mai este megjegyezni mindenkinek, és akkor elmúlna a pánik, mindenki tudná, hogy az, ami bennem történik, az most éppen a gyógyulás, és nem a betegségnek a jele. Amikor betegek vagyunk, nem vagyunk tudatában, mert nincsenek tüneteink, néhány kivételtől eltekintve, de a fájdalomról szóló webkonferenciában ez mind tisztázható, hogy mikor van fájdalom konfliktus aktív szakaszban. A lényeg lenne megértenünk, hogy a biológiai testünk mindig a túlélésért küzd, és a faj fenntartásáért. Ezt a folyamatot senki sem nevezheti rossz indulatunak. Rossz indulat csak az embereknek a fejében van. És a lényeg az, hogy mindenki képes a teljes gyógyulásra, ha először is lezárja a félelmeit, megnyugszik, annak a tudatában, hogy a biológia nem ellenem, hanem értem dolgozik. Jó lenne ennek a tudatában lefeküdni ma is. Fájdalomcsillapítót, görcsoldót szabad bevenni, lázat szabad csillapítani, táplálkozni kell rendesen akkor, amikor megoldási szakaszba kerülök, nem akkor kell diétázni, kérem szépen, amikor a szervezetemnek minden tápanyag molekulára szüksége lenne, és akkor, ha ezt így csinálom, akkor tudom segíteni a biológiámat fizikai szinten is a gyógyulásban. Tehát a biológiám mindvégig értem, nem ellenem, hanem értem dolgozik, csak nem mindegy, hogy értem, vagy nem értem, mit tesz a biológiám én értem. Hát ezért beszélünk az öt természet törvényről bevezetésként, hogy aki először is hallja, vagy csak ezt az egy előadást fogja megnézni, akkor nyugodjon meg, hogy ez a helyzet. Természetes az esetek 20%-a az, ahol az orvosi beavatkozás elkerülhetetlen, mert már akkor a konfliktus tömeg van, és annyi programot indítottunk el, hogy a biológiánk ezt képtelen megoldani. Nos, itt látjuk a mellékpajzsmirigyet, hátulról nézve, mostan látjuk ezeket a borsó nagyságú kis sejtcsoportosulást, és a két pajzsmirigy lebenyen általában négy mellékpajzsmirigy fordul elő, ritkán van egy ötödik, és ez többnyire a gátorüregben, a mediastinumban található, nagyon ritkán még a thymusban is kimutatható az ötödik mellékpajzsmirigy sejtcsoportosulás. Na most, ami lényeges, hogy a parathormont termeli ez a mellékpajzsmirigy, ami az élethez nélkülözhetetlen. Igen, nélkülözhetetlen, de van még ilyen mirigyünk, ami az élethez nélkülözhetetlen,
beszéltem a mellékvesek éregről is, ott is az van, hogyha mellékvesek éreget kiírtják, és nem kapjuk meg a szükséges hormont, akkor az az ember az nem tudja túlélni ezt az állapotot. Tehát itt egy nagyon fontos kicsi mirigyről van szó, és milyen érdekes, hogy a pajzsmirigyhez kötődik. A szerepe a szervezetnek a kálcium és foszfor anyagcseréjének a biztosítása, és ez ugyanaz, mint hogyha arról beszélnék, hogy a cukornak a vércukorszint biztosításához is, ugye a hasnyálmirigy két hormonjára van szükség, az egyik az inzulin, a másik a glukagon. Nos, a kálcium és foszfor egyensúly megtartásához az egyik hormon a parathormon, amit ugye a négy mellékpajzsmirigy állít elő, és ennek a csontosodási folyamatokban nagyon fontos szerepük van, és mindjárt szólok a másik hormonról is, a kalcitoninról. A parathormonnak a lényeges hatása az, hogy a vesében a kálciumnak a visszaszívását fokozza, tehát ha a veséből a kálciumot visszaszívjuk, akkor megmarad a kálcium szint a vérben. Tehát mi a parathormon hatása? Az, hogy fokozza a kálcium jelenlétét a vérben. Ehhez vissza kell szívni azt, ami a vesében van, mozgósítani kell a csontból a kálciumot, hogy a vérben legyen elegendő kálcium, és emeli még emellett a D3 vitaminnak a termelődését is, ez egy nagyon jó dolog. Ha viszont csökken a vérnek a kálcium szintje, akkor természetesen ez ingerként hat, kémiai ingerként hat arra, hogy elinduljon ez a folyamat. Most a kálcium ionoknak a szerepét kell megfejtsük ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy a mellékpajzsmirigynek milyen érzelmi konfliktusok indítják el a túlműködését. Most a kálcium ionoknak az alapvető szerepe az izom erejének a biztosítása. Ha nincs elegendő kálcium a szervezetben, akkor görcsök lépnek fel, ezt mindenki tudja, és a kálciumnak pedig az ingerület vezetésében van szerepe. A neuropátiákról szóló webkonferenciában külön részleteztem. Nos, a másik hormon ugye a kalcitonin, vagy tireokalcitonin, amit viszont a pajzsmirigy állít elő, itt látjuk az ábrázolását 3D-ben. A pajzsmirigynek a parafollikuláris C sejtjeiben termelődik ez a hormon, és a kálcitonin ellentétesen hat a parathormonnal, vagyis mit csinál? Ő csökkenteni fogja a vérkálcium szintjét, mert a parathormonnal ellentétesen a kálcium beépülését segíti a csontokba, mégpedig úgy, hogy a csont építő sejtekre hat, oszteoblasztokra, és gátolja a csontszövetet lebontó sejtek működését, az oszteoblasztoknak a működését, ezáltal fogja a csontba bevinni a kálciumot. Na most a vesében nyilvánvaló, hogy a kálcium visszaszívódását gátolni fogja, és a lényeg, hogy a terhesség és szoptatás során visszafogja a kálciumnak a mozgósítását a szervezetben, csökkenti a csontok kálcium vesztességét. Ez nagyon lényeges, hiszen tudjuk, hogy a növekvő babának a csontozata az anyai kálcium raktárokból indul el. Tudjuk, hogy a pajzsmirigy a falat konfliktus megoldásában vesz részt. És a falat konfliktusoknak a lényege, ami beindítja a pajzsmirigy működését, amikor nem vagyok elég gyors a falat megszerzésébe. Tehát ez munkahelyen az ember úgy éli meg, hogy a másik az gyorsabb, mint én vagyok, és nem fogok elegendő fizetést kapni, vagy maximalista vagyok, és több mindent rakok be egy napra, mint amennyi oda belefér, és ezért folyamatosan elégedetlen vagyok önmagammal. A pajzsmirigyről szóló webkonferencia anyagban egy csomó mindent említettünk, ami a pajzsmirigy túlműködéséhez vezet, és ezek a történetek a tiroxin, vagyis a T3-T4-nek az emelkedését fogja elindítani.
A pajzsmirigy tehát arra való, mint egy turbó, bekapcsolja a szervezetet, mert nem vagyok elég gyors, nem vagyok elég ügyes a falat megszerzésében. Igen ám, a falat megszerzéséhez nem csak ügyesség kell, hanem erő is kell. És ha azt is megélem, hogy nem vagyok elég erős a falat megszerzésében, akkor a mellékpajzsmirigynek a túlműködéséhez fog vezetni, mert az izomtevékenységhez megfelelő szinten kell legyen a kálcium. A VHS tehát arról szól, hogy túl gyenge vagyok a falat megszerzéséhez, mert doktor könyvében pedig ez áll szó szerint konfliktus, mely során a túl alacsony kálcium szint miatt nem tudjuk biztosítani az izom kontraktilitását, vagyis az izom összehúzó képességét, így az áhított falatot nem tudjuk bekebelezni. Szóval, akkor világos, hogyha ahhoz, hogy az izom összehúzódó képességet tudjam fokozni, ahhoz emelnem kell a kálcium szintet, és itt jön be a mellékpajzsmirigynek a működése. A konfliktus aktív szakaszban fokozott paráthormon termelés indul be, és ennek hatására, amint már tudjuk, emelkedni fog a kálcium szint, minden rendben van, csak hogy épp úgy, mint a pajzsmirigynél, ugye kérdés, hogy a sejtek a saját túlműködésükből képesek ezt kompenzálni, vagy már eljutnak a sejtek túlszaporításához. Amikor a sejtek túlszaporításához jutnak el, akkor karfiolszerre növekvő szekréciós adenoma fog kialakulni, és ezt fogják elsődleges vagy primér mellékpajzsmirigy túlműködésnek nevezni. Minden, ami primér vagy elsődleges, a medicinában azt jelenti, hogy nem tudjuk, hogy mi az oka. Csak lefordítom. A függő gyógyulásban fog kialakulni az alulműködés, itt látjuk ennek a képletét, mert ugyanúgy, mint a pajzsmirigynél is, ugye, az építek-bontok folyamat, ha nem tud eljutni a végéig, akkor többet fogok lebontani, mint amennyit építettem, és ez az alulműködéshez vezet. Természetesen minden fizikai behatás, vagyis műtéti eltávolítás ugyanide fog vezetni. A biológiai értelem tehát a táplálékfalat felvevő ősszáj sima izomzat erejének a fokozása a kálcium szint emelésével, itt utalnék arra a bizonyos tengeri anemónára, amit mindig kivetitek, és a pajzsmirigyről szóló előadásban is megtaláljuk. Amikor kémiai hiperparatireoidizmusról beszél a hivatalos medicina, akkor van az az állapot, amikor a sejtek túlműködéssel kompenzálják, állítják elő azt, ami szükséges, de még nem történt meg a túlszaporodás. Amikor már nem elegendő ez a kémiai reakció, tehát hogy ők a saját ereikből még többet állítsanak elő, akkor jön be az a kép, hogy a sejtszaporítás és létrejön az adenóma, mint ezen a képen itt látjuk, tehát egy endodermális sejtszaporulat. A megoldást követő fázisban természetes, ha már megoldódott, a felesleges sejteket le kell bontani, és minden endodermális programnál megjelenik az éjszakai izzadás, a láz, és ezek nagyon kórjelző tünetek ezekben a folyamatokban. Tehát amikor ilyet tapasztalunk, akkor éppen gyógyulunk. Ha nem biológiai a gyógyulás, akkor megtörténik a betokozódás. Nem biológiai gyógyulás az, hogy nincsenek bennem segítők, akik a felesleges sejteket lebontanák, és itt lép be az az úgynevezett immunrendszer, azok az immunsejtek, amelyek szorosan-szorosan egymáshoz tapadva egy tokot képeznek a lebontani képtelen adenoma körül, és hát ha ezt utólag fedezik fel, természetesen ezt is ráknak fogják nevezni. Pedig ez már csak egy emlékműve annak, hogy valamikor volt egy ilyen programom. Minden más tünet, amit a medicina leír, az kérem szépen egy más történés következménye. Nem a mellék pajzsmirigy alul vagy felülműködése miatt lesz valakinek is veseköve. Tudjuk jól a veséről szóló előadásból, hogy a vesekő a magányosságban
elhatárolottságban, amikor a meg nem értettségben alakul ki a vesegyűjtő csatornák programjának megfelelően, ott is építek, bontok, és a törmelékből, már a lebontott sejttörmelékből fog kialakulni a vesekő. A gyomorfekéről tudjuk jól, hogy a kis görbületen alakul ki az ektodermális szövetek sorvadása miatt, és ehhez nem kell más, kérem szépen, csak bosszankodni. És ha még rágódok is hozzá, és meg is akarok szabadulni mindentől, akkor már refluxom is lesz. Tehát gyomorfekéjének semmi köze nincs a mellékpajzsmirigy működéséhez. Ugyanígy a neuritisnek sem. Az idegek működésénél szükség van a kálcium jelenlétére, természetes, de a neuritis az ideggyulladást jelent. Egy külön előadás van a neuritis és egyéb idegi folyamatoknak a taglalásáról. A pszichózis, na hát ez aztán teljes mértékben nem tartozik ide. Itt két olyan konfliktus jelenlétéről van szó, ami a megfelelő agyi szinten mind a jobboldali, mind a baloldali részben van egy-egy feloldatlan konfliktus, és ez viselkedés változáshoz fog vezetni. Semmi köze nincsen a mellékpajzsmirigyek működéséhez. Amikor az Hammer doktor nagyon frappánsan úgy fogalmazta meg, hogy valakinek lehet egyszerre tetűje is, meg bolhája is, úgyhogy egyszerre lehet valakinek mellékpajzsmirigy elégtelensége vagy túlműködése, és emellett még lehet neki vesekőbe is, vagy gyomorfekéje is, de a kettőnek nincs köze egymáshoz. Most ezeket nevezték ugye másodlagos túlműködésnek a medicinában. Egy nagyon lényeges dolog még az, hogy a dialízissel, amikor ugye a veselégtelenségben csökkent veseműködést, hát művesekezeléssel pótolják, ez nem hat vissza a mellékpajzsmirigy működésére. Vagyis ha lenne köze a mellékpajzsmirigynek a veseműködéshez, akkor ezek a dolgok ebben az esetben teljesen egyértelműek lennének. Ennyiben szerettem volna összefoglalni a lényeget, és remélem megint kiderült mindenki számára, hogy a germán gyógytudomány a valós okokra mutat rá. Nem azokra az okokra, amivel a mai medicina foglalkozik, mert akkor sok mindent lehet hibáztatni, hogy én mitől betegedtem meg. És hány ember ír levelet, hogy ő normális életvitelt folytatott eddig, edzett, sportolt, diétázott, mit tudom én, mit evett, mit nem evett, és mégis megbetegedett. Nem a táplálkozás fogja eldönteni azt, hogy milyen megbetegedésünk lesz lelki szinten, hanem egy lelki megrázkódtatás, amit lelkileg kell megoldani. Tehát amikor érzelmileg feloldjuk ezeket a történeteket, akkor jutunk el az igazi megoldáshoz. Ha pedig halmozzuk ezeket a konfliktusokat, hát akkor eljutunk a viselkedés változáshoz is. A valós okokkal foglalkozik a germán gyógytudomány, mert ha feloldjuk a valós okokat, akkor eltűnnek a következmények is, és hogy ez miért tudomány, az nagyon egyszerű, mert reprodukálható, összehasonlítható, előrejelezhető. Ez a mai medicináról nem mondható el, bár bizonyítékokon alapuló orvostudománnyal kezdenek foglalkozni, és ennek égisze alatt írnak mindenféle tudományosnak nevezett cikkeket. Azt nem árt tudnunk, hogy amikor egy részeredményt kinevezünk oknak, akkor azt kezelhetjük egy életen át. A cukorbetegséget is kezelhetjük egy életen át, és kezelni is kell annál az embernél, aki nem hajlandó változni. Az az ember, aki megváltozik és feleslegessé teszi az ellenszegülését, elfogadóvá, empátiás emberré változik, annak le fog állni a cukorbetegséget fenntartó programja. Tehát ez a valósok, és ezt így lehet megszüntetni. Aki nem hajlandó változni, annak nagyon jó, hogy van inzulin, és van valamilyen szintű, mondjam azt, hogy fizikai szintű, biológiai szintű segítség, hogy túléljen és ne pusztuljon bele abba, hogy ő nem változik. A statisztikának semmi keresnivalója nincs a germán gyógytudományban.
sem az állatkísérleteknek. A statisztika különben hát a közgazdaságtanban, matematikában és egyéb ilyen tudományokban egy nagyon hasznos dolog, de itt a biológiában semmi keresni valója nincs. Én úgy gondolom, ha valaki meg akar gyógyulni, az nem csak 80%-ban szeretne meggyógyulni, hanem 100%-ban. Amúgy, ha mindent megteszünk a gyógyulásért, akkor az eredmény is 100%-os lesz. Az állatoknak a konfliktusait nem vihetjük át az emberre. Tehát teljesen elképesztő, hogy milliószám gyilkolnak le állatokat, csupán csak azért, hogy valamit megnézzenek, hogy az úgy van, vagy nem úgy van. Itt egy egyszerű logikus rendszerről van szó, ami mindenki számára megérthető, ha akarja, meg is tanulhatja, de egy lényeges dolgot ne feledjünk. Ha érzelmileg nem oldottam föl a DHS-t, akkor tanulhatok életem végéig. Köszönöm mindenkinek a figyelmet!